Így festett az árakba borult autóbusz a balesetet követően. A kormánytól órút törött el, ezért várt irányíthatatlanná a busz. A sofőr fékezett, de már nem tudott megállni, így a busz az út melletti árokba csapódott. A balesetet követően a sofőr riasztotta a tűzoltókat, akik műszaki mentővel és összesen 13 fővel vonultak a káresethez. Ezután kezdték meg a mentést, de mivel az út melletti bozót elzárta a busz jobb oldalát, az utasokat csak a bal hátsó ablak kiemelésével tudták kiszabadítani a busz belsejéből. Az utasok nem tudtak kiszállni, mivel a jármű árokba hajtott, és a ajtók felőli oldalra az árokpart, oldalt az árokpart, illetve a bokrok elzárták, így nem tudtak lejönni az utasok. Az Albavolánnál azt mondják, autóbuszaik rendszeres ellenőrzéseken esnek át, évente többször is. A mostárokba csapódott jármű egy pár hónappal ezelőtt volt teljes körű átvizsgáláson. Az ilyen műszaki hiba okozta balesetek gyakorlatilag kiküszöbölhetetlenek. Rendkívül ritka meghibásodásnak számít ez a fajta meghibásodás, és megítélésünk szerint nagyon nehéz ezeket észrevenni, az ilyen jellegű fáradásos, anyagfáradásból eredő repedéseket, hajszárepedéseket. A buszon 22-en utaztak, senki sem sérült meg. Az utasok kiszabadítását követően a buszt az Albavolán telepére vontatták műszaki vizsgálatra, az utasok pedig egy helyettesítő járattal folytathatták útjukat.